Nagyon sok minden történt az alapítvány életében. Tulajdonképpen, ahogy a műsorvezetők is elmondták, ez egy óriási és hosszú folyamat volt. Elkezdődött egy néhány kenellel, a kenelek bővültek, épültek, szépültek, és szépen lassan meg is teltek. 25 év munkája hatalmas energiabefektetést követelt tőlünk, illetve az összes dolgozótól, és tulajdonképpen most jutottunk el egy olyan szintre, amire azt mondhatjuk, hogy a megyeszékhely egyik kiemelkedő menhelye vagyunk, illetve állatvédelmi szervezete. Igyekszünk nagyon sok mindent megtenni az árva állatokért. Természetesen nálunk sincsen gumiból a kerítés, ahogy szoktuk mondani, tehát mi sem tudunk mindenkit befogadni, de próbálunk mindenkin segíteni, aki lehet. Ezt ünnepítek most ezzel a Fesztivál az Állatokért nevezetű programmal. Milyen programokkal készültetek? Nagyon sok programmal készültünk, többek között koncertekkel, rengeteg kiállítót hívtunk, színvonalas kiállítókat, tehát igyekeztünk elmenni egy olyan irányba, ami érdekelheti az embereket, viszont nem a szokásos, hagyományos, strandpapucsos gumilabdás kiállító. Rengeteg olyan kiállítónk van, akik Nyíregyháza életében nagyon fontosak, illetve amik minőségi termékeket kínálnak, főleg helyi termelőktől, például mézesek, szörpös, biogyümölcslevek. Jelen van egy adománykávézó és ugye a laborkafé, akik egy jelentős részt töltenek be Nyíregyháza életében. Illetve persze sok gyerekprogramban is készültünk, többek között ugye az ugrálóvár, illetve van egy gasztrokertünk is, koncertek lesznek, kutyás akadálypálya és kutyás kertmozi is, ami egyedülálló most jelen pillanatban, hiszen ilyen még nem volt. Az akadálypálya 2 kilométer hosszú, igazság szerint azt vettük észre, hogy az utóbbi időben nagyon nagy népszerűségnek örvend az, hogy a kutyás gazdik együtt sportoljanak, együtt mozogjanak a kutyáikkal, és ennek az egyik nagyon fontos része ugye ez a kutyás akadálypályás verseny, ebből merítettük úgymond az ötletet, és elég kemény munka van mögötte, hiszen egy 7 akadályos akadálypályát építettünk fel, elég komoly segítséggel természetesen. Az emberek ugye elindulnak ezen a kis akadálypályán, különféle kúszó, mászó, bújó akadályok lesznek, és a végén ugye értékes nyereményekkel fognak gazdagodni. És ugye vannak fellépőitek is, illetve a színház is az Állatbarát Alapítvány mellé áll, de nem most kezdődött velük a kapcsolatotok. Mit lehet tudni erről? Így van, a színház, a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színház egy óriási támogatója a menhelyünknek. Több színész is igencsak nagy kutyabarát, és ugye a házigazdáinkat is színészek közül választottuk. A két házigazdánk, Ránk Zoltán és Munkács Anita, ők mind a ketten nagyon úgymond elvetemült állatbarátok, sőt Anitáik tőlünk fogadták körökben Mangó nevű kutyusokat, aki most már 11 éves, és nagyon szuper életet élnek együtt. Elég komoly támogatást nyújtottak, ugye mind a szervezésben, mind a megvalósításban is, és ezúton is nagyon szépen köszönjük nekik, mert nagyon hálásak vagyunk minden segítségért, amit ők nyújtottak nekünk. Mik a tapasztalatok az ilyen rendezvények, mennyire segítenek abban, hogy a kutyusok, illetve cicusok gazdához kerüljenek? Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül ezek a rendezvények azok, amik ráveszik ugye a gazdikat, hogy örökbe fogadjanak, de azért nagyon nagy segítség, hiszen ugye az ilyen rendezvényeken olyan emberek is felbukkannak, illetve olyan emberek is részt vesznek, akik talán soha nem voltak a menhelyen még életükben, és talán ezek után azt mondják, hogy szívesen kilátogatnak hozzánk, és helyben megnézik, hogy valóságban hogy is néz ki a menhelyünk, mi az örökbefogadás menete, és egyszer talán úgy döntenek, hogy tőlünk fogadnak örökbe kutyákat, illetve macskákat természetesen.
130 kutya férőhelyünk van, jelen pillanatban 206 darab kutyusunk van, illetve 35 macska férőhelyen pedig 50 cica osztozik jelen pillanatban. Természetesen mindannyian örökbefogadhatóak, van néhány, akit már látogatnak és le vannak foglalva, de a többség azért még mindig az igazit várja. Őket körülbelül 8-9 gondozó látja el, asszisztensekkel, adminisztrátorokkal egyaránt egyetemben. Körülbelül 1300 ember jelezte, hogy részt vesz ezen az eseményen, ami egy óriási szám. Nagyon reméljük, hogy ez a végén tényleg ennyi lesz, vagy még több. Folyamatosan érkeznek az emberek, nagyon jó az idő is, hál' Istennek, úgyhogy nagyon szurkoltunk, hogy jó idő legyen. Reméljük, hogy minél többen részt vesznek az eseményünkön.